elmúlt másfél évben az egészségügyi szakdolgozók emberfeletti munkával küzdöttek a koronavírus járvány alatt, és sajnos azt kell látnunk, hogy ezt a másfél éves munkát tulajdonképpen semmivel nem honorálják, mert a problémák egész sorát lehetne sorolni. Az új szolgálati jogviszony rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket. Az elmúlt másfél év után joggal várhatták volna, hogy több szabadnapot kapnak. Ez nem történt meg, de a bérrendezés sem történt meg, csak és kizárólag a kötelező oltás, ami finoman fogalmazva is feszültségeket generál. Ezért nem maradt más választásuk az egészségügyi szakdolgozóknak, mint hogy itt a hátam mögött a Hősök terén fognak tüntetni hamarosan, így fejezik ki véleményüket, és hogy mekkora társadalmi szolidaritás mutatkozik meg irántuk, az irányukba, az jól látható, ahogy közeledett a tüntetés időpontja, számos más csoport, számos más szakszervezet fejezte ki véleményét, hogy ők is itt lesznek. A Mi Hazánk mozgalom is itt lesz, és kifejezi szolidaritását velük. Viszont azt mindenképpen hozzá kell fűznöm, hogy számunkra ez nem olyan, mint a többi párt esetében egyfajta ilyen olcsó politikai haszonszerzés, hiszen a mi tagjaink nem egy néptől teljesen elidegenedett világban él, akiknek nincs közük a valósághoz, hiszen a Mi Hazánk mozgalom tagjai között is számos egészségügyi szakdolgozó van, mint ahogy egészen azt lehet mondani, hogy az összes dolgozói rétegben vannak tagjaink, úgyhogy ez a kiállás teljesen természetszerű, ha úgy tetszik, egy alulról szerveződő népmozgalom számára, mint amilyen a Mi Hazánk mozgalom is. Ezért vagyunk itt elsősorban, mindig ki fogunk állni a magyar dolgozók mellett, akik mellett kell, most az egészségügyi szakdolgozók mellett kell, erre van szükség, ezért jöttünk ide. Itt van a tüntetésen Vékony Csongor is, a Mi Hazánk kifiainak elnöke. Őt kérdezem, hogy miért jöttél ki a tüntetésre, pár szóban beszéljen. Igen, hát ugye a táblán is, ahogy látható, az egészségügy mellett ki szeretnénk állni a párt, az egész párttal. Itt ugye megbecsülést és bérrendezés szerepel a táblán. Nyilván feleségem is ápolónőként dolgozik idősek otthonában. Itt ez, amit nagyon fontos elmondani, hogy mindenki az egészségügyet emeli ki, de gyakorlatilag a szociális szférában dolgozó ápolónőket is ugyanúgy védelmezni kell, és ki kell állni mellettük. Ő látja leginkább az belülről, és ez alapján én tapasztalom azt első kézből, hogy nagyon kevesen mennek dolgozni az alacsony fizetés miatt, így egyre inkább előregszik ez a szakma is, és gyakorlatilag így magára fognak maradni az idősek. Nyilván meg kell becsülni az ápolónőket, az ápolókat, és ez az, amiért én kijöttem ide a Mi Hazánk kifiaival.